Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Ferenczi Noémi, a Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógusa, a Fejér Holló Diák Színpad művészeti vezetője, és azért invitáltalak meg, mert egyre inkább meggyőződésem, hogy az a jövő, amit a Ciszterci Szent István Gimnáziumban a humántárgyak iránt érdeklődők, a színház, a versek iránt érdeklődők megtapasztalnak, mert hogy Székesfehérvár a kultúravárosa is. És nem csak Vörösmarty Színházunk van, nem csak Prospero Színkör, nem csak Igézőben, Szabad Színház, hanem ott van a Teddy a Telekiben, és ott van a Fejér Holló mindenek előtt. És ráadásul olyan gyermekek nőnek fel, esztendőről esztendőre, hogy én rácsodálkozom, hogy miért vagyunk mi szomorúak. Tehát most itt hirtelennyében a szóval győzni. Ugye Szipola Antal barátunk, aki egyébként a versünnepen is most már második esztendőben döntős lett, aztán az ifjú hölgy pedig külön díjat kapott, aztán most hallom, hogy szintén egy rangos eseményen rangos díjat hozta el a tanítványod. Emellett figyelünk arra, hogy a Fejér Holló esztendőről esztendőre nagyon fontos bemutatókat ad nekünk, székesfehérváriaknak, és azt hiszem, hogy érdemes erről beszélni, hiszen egyszer már a tanári pályafutásodról már váltottunk szót. No, egy kicsit akkor vissza az időben, Fejér Holló. Ugye ez 2006-os ez a történet, és ez egy olyan történet, ami azt hiszem, hogy példaértékű, hogy hogyan lehet a semmiből egy új, másik világot teremteni. Jó estét kívánok én is. Szomorúak vagyunk, visszakérdeznék. Hát nem vagyunk szomorúak, de hogy is egyre vidámabbak vagyunk, ahogy telnek az évek. Valóban úgy gondolom, hogy rácáfolnak a gyerekek arra, hogy borulátóak legyünk. Hogy lehet? Hát mindenkiben ott van egy teremtett világ, egy csebben egy egész tenger, így az én érzelmi világom is egy külön univerzum, és a gondolatrendszerem is. Úgy gondolom, hogy van kifejezni valóm, és talán az eszközeim is hozzáalakulnak az évek folyamán, és mindig találok hozzá partnereket is, mert ugye, hogyha valaki valamit szívből és meggyőződésből tesz, akkor általában teremnek hozzá partnerek is. Én ezt tapasztalom az életemben. Én azt tapasztaltam meg a Fejér Holló kapcsán, hogy soha nem kell új csapatot építened, mert hogy mindig vannak még kicsik, akik felnőnek a feladathoz. Tehát amikor elmegy egy rendkívül tehetséges korosztály, akkor szinte bizonyos, hogy a következő esztendőben, akik eddig még nem kaptak főszerepet, azok felnőnek ehhez a feladathoz. Így van, és ezt nem én teszem, hanem egyszerűen szervesen így alakulnak a dolgok. Nekem csak arra kell odafigyelni, hogy ennek a kovásza legyek. Ugye, hogyha a kovász úgy gondolna a tésztában, hogy ő a főszereplő, akkor tévedne. Viszont, hogyha kovász nélkül próbál az ember kenyeret gyúrni, akkor lehet, hogy nem lesz olyan tetszetős, meg levegős a kenyér. Hát nekem ezeket a folyamatokat kell jól irányítani, és akkor tulajdonképpen minden megy magától. De ez egy tudatos építkezés. Természetesen, igen. Mi az alapja? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok egyre inkább leterheltebbek, és én mégis azt tapasztalom, hogy ezek a diák színpadok szárnyalnak, és nincs annyi idő, mondom én, amennyit ne töltenének szívesen együtt, közösséget alkotva. Jó kérdés, nem tudom a választ, de nap mint nap keresem, tudnélik. Azt látom, hogy úgy leterheltek, hogy közben szétforgácsoltak. Szóval nem attól leterheltek, hogy valamibe annyira beleásnák magukat, hanem hogy mindennel a felszínen próbálnak úgy lavírozni, hogy az éppen elég legyen ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, és ezért érzelmileg rettentően fáradtak. Nyilván például egy színjátszókör ennek az ellensúlyozására akár jó is lehet, hogyha megtaláljuk azt az időpontot, amit ő kiszakít magának a hétből erre a cselekvésére. Itt vannak azért még problémáink, vannak nehézségeink, de azért mindig megoldjuk valahogy. Ők is tudják, hogy érdemes ott lenni, mert feltöltődnek. A pedagógus tudatos, ez nyilvánvaló. Viszont mennyire tudatosak a gyermekek, a fiatalok? Ezt is eltanulják, én azt látom. Úgy tanulják el a felnőttektől a viselkedés mintákat, hogy ez nem is teljesen tudatos mindig, és nem gondolom azt, hogy elsősorban tőlem tanulnak, nyilván elsősorban a szüleiktől,
lesik el ezeket a mintákat, de adott esetben az a tanár is jól jöhet, akivel sok időt töltenek együtt. És észrevétlenül látok olyan viselkedés mintákat átmenni a tanítványaimra, amikről ők talán nem tudják, hogy tőlem tanulták, és nekik az a természetes. Tehát a jó példa nem közhely. Nem közhely. Semmiképpen sem. Nem. Mennyire tudatos a darabválasztás egy ilyen csapatnál? Ismerkedjünk meg ezzel a kulisszával. Lehet, hogy kulisszatitok, mert bensőséges dolog, hogy kire milyen szerep illik, és milyen darab illik akkor abban a helyzetben egy diák csapatra. Hát ez olyan misztikus lesz, ahogy ebben a pillanatban meg tudom fogalmazni, de én energiákkal dolgozom és rezgésekkel, és tényleg próbálom azért egy kicsit földhöz ragadtabban megfogalmazni, amilyen állapotban, lelki állapotban, abban az időpontban a gyerek van, abból tudok én építkezni. Ehhez nyilván valamennyire ismernem kell őket, meg azt is, hogy esetleg mit tenne jót neki. Mert van úgy, hogy nem arra osztom a szerepet, arra a pillanatra, amiben ő éppen található, hanem amit éppen ki akarok belőle hozni, és neki esetleg jót tenne. Tehát ez is egy része ennek a fajta művészetnek, és sokkal szabadabb egy tanár keze. Így ilyen értelemben, mint mondjuk egy színházi rendezője, aki kenyéradó. Én nem kenyeret adok, hanem lehetőséget, és ezáltal a gyerek a saját teljesítménye révén akár szintet is tud ugrani. Nem a színészetben, hanem egy másik területen. Igen, függetlenül attól, hogy azért a színház az egy autokratikus rendszer mindenféle az, értelemben. Igen. Tehát igen. A dramaturg, a rendező, ebben esetben a művészeti vezető a döntő. Igen. A faktor mindenféle értelemben. És ennek tükrében választódnak ki a darabok. És én számomra úgy tűnik, mert itt ezen a papíron más sincs egyébként, mint a 2007-es esztendőtől azok a bemutatók, amelyek én azt gondolom, hogy most már jó több mint egy évtized múltán megállapíthatjuk, hogy alapvetések. És mindig sikerült úgy választani, hogy, és nem azért, hogy mi a cím, meg ki a főszereplő, és ki nem, hanem olyan, ami egy lépcső, egy ugrás. Tehát kezdjük akkor talán, hogy röviden beszéljünk erről, hiszen az első darab az ember tragédiája. Most mi láttuk másként, és én azt gondolom, hogy mert én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a zömét láttam. És mindig elcsodálkoztam, hogy ilyen komoly darabok, nyilván ezek átiratok valamelyest, de hogyan lehet úgy színre vinni, hogy nagyon is valóságosnak tűnik, akár azt mondom, hogy bármelyik kőszínházban megállná a helyét. Tehát kezdjük az ember tragédiájával. Mert ahogy te fogalmaztál, hogy motiváló drámajátéknak indult. Igen. Igen. Hát nekem azóta is ilyen alfa és omega, mert amit el tudtam mondani ott a diákszínjátszásról, ott szerintem elég jól megfogalmaztam. Eszköztelenül néhány gyerekkel előadtuk a tragédiát, és van, akinek mai napig az a legfelemelőbb és a legmaradandóbb élménye ezek közül, a darabok közül. Szóval ott sikerült azt hiszem egy olyan jó kezdőpontot kijelölni. Igaz, akkor is nagyszerű gyerekekkel, nagyszerű fiatalokkal adtuk elő ezt az egészet. Meg is akartam ismételni, nem minthogyha nem lettek volna ugyanolyan jók a gyerekek, de más karakterek voltak, és ezért nem mentem bele abba tavaly, hogy az ember tragédiája legyen ismét. Ezért inkább a Szent Iván éjjel álomra esett a választásom. Ami szintén volt 2008-ban, ahogy akkor fogalmaztál, a komikuma és a líraisága, ami kiemelten fontos, és én megtapasztaltam a tavalyiban, hogy a gyerekek erre nagyon is vevők. Lubickolnak benne, ahogy igen. Tetszik. Igen, így van. Úgyhogy mindig jó is, hogyha adódnak ilyen helyzetek, hogy néha komédiát vagy mesét is előadhatunk. Aztán jön a Semkő sem habarcs. Hát ez az én ez darabom. Erről, igen. Tehát itt akkor sajnálom, hogy nem arról láttad. Ez sajnos nem. Arról a Ferenczi Noémiről ugye nem beszéltünk még, aki írással is foglalkozik, sok mindennel, versekkel, de mindenki szívesen emlékezett erre. Így van, igen.
Ez a lelkemből jött, ugyanúgy, mint ahogy az összes többi is. A darab választásnál ugye a gyerekek az egyik fő szempont, a másik meg az, hogy éppen mi foglalkoztat. Nem tudok olyan darabot előadni, amivel nincs valami mondani való. Itt az Odüsszeiához csatolnék vissza, itt jót beszélgettünk róla, és ugye mi a mészárlás jelenetet kaptuk ebből az egészből. Odüsszeusz hazajön, és legyilkolja a kérőket kímélet nélkül, olyannyira kímélet nélkül, hogy azokat a cseléd lányokat is, akik részt vettek az ő kisemmizésében, illetve a ház átjátszásában, hát megöli, de előbb felmosatja velük a vért meg az agyvelőt. Ezt a maga naturalizmusában írja le az Odüsszeia. Hát ezt kaptam én. És akkor utána még találkozom Penelopéval, és ez ne legyen olyan, mint egy hollywoodi filmben, amikor ugye a nagy Armageddon után egymásra találnak, és happy end. És addig, amíg én nem tudom, hogy ezzel mit akarok elmondani, addig nagy gondban vagyok, mert nem tudok csak úgy megrendezni egy darabot, egy darab darabját sem. Igen, tehát az fontos, hogy honnét indul, és hova szeretnél megérkezni. Igen. És a gyerekekben is tudatosul ez többségében. Igen, igen. Néha a folyamat során nem, de a végére kitisztul. A tragédia és a komédia, hiszen a Talizmán is egy olyan jellegű darab, között mennyit kell változni a pedagógusnak, illetve a rendezőnek? Hogy nekem meg kell-e változnom ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen rendezésből egy olyan. Nem, ez a kettő bennem annyira szervesen megvan. Én nagyon, nagyon szeretem a humoros szemszögből nézni a dolgokat, és ugyanakkor meg mély drámát tudok megélni, és ez a kettő békésen, harmonikusan megfér bennem, szóval ez nem okoz gondot. Ugye az évtized második előadása szintén a tiéd, a Caritas et Amor, Szent Igen. Erzsébetről beszélünk. Fontos-e, hogy a ciszterci Szent István gimnázium Fehér Holló diák színpada olyan darabokat is játszon, ami méltó az iskola nevéhez, ha úgy tetszik? Hát az fontos, hogy vállalhatatlan darabok ne legyenek, de ezt a két darabot nem az hozta ki belőlem, hogy mondjuk én egy katolikus keresztény iskolában tanító magyar tanár vagyok, hanem az, hogy rendkívüli módon foglalkoztatott engem ez a két személy. Két teljesen különböző alakról van szó. Az egyik a maga bohém fiatalkorával és a nagy megtérésével, illetve hát a teljesen excentrikus személyiségével, aki volt és aki maradt, csak ugye annyi történt, hogy az életmódja változott meg teljesen. A másik pedig a nő, a feleség, a szerelmes feleség, akitől akár így van, a szerelmes, a rendkívüli módon szerelmes feleség, akiből aztán a Karitásznak, tehát az adakozó szeretetnek a mintaképe, a példaképe az etalonja válhatott. Engem nagyon foglalkoztatott a személyiségük. A diákok ezt felemel fejjel tudják eljátszani. Abszolút, abszolút. És azt hiszem, hogy sikerült ebben a két évben közel hozni hozzájuk, és leszállítani a piedesztáról, meg az aranyrámából, kihozni azokat a szereplőket, akiket azért mi nagyjából csak így festve meg glóriával szoktunk megismerni. Kicsit leporoltuk ezt a témát, és így közelebb jött a gyerekekhez. Tehát ez nem egy freskó. Ez nem. A mi életre kell. Nem, hát a mi életünk se freskó. Így van. Ha nem sok hűvó semmiért, néha, legalábbis nálatok, hiszen a következő az ismét egy örökbecsű Shakespeare. Hát ebben aztán valóban lehet lubickolni. Igen. Hát igen. Ez bohóztság, de jó. Igen, jó, de nagyon jó bohóztság, igen. Ma is, tehát telik múlik az idő, az soha. Na aztán utána most már ugye az Odüsszea volt, de a Bojtárból Tündér király. Elindult az a sikersztori, ami azt hiszem, hogy a mai napig tart, illetve a következő esztendőben is, hiszen ez zseniális gondolat volt, akárki találta ki, hogy megszólítsa valamennyi jelentkező Fejér megyei középiskolát, akik aztán elindulnak egy olyan úton, amire a tehetségük predesztinálja őket. Az eleve elrendelés volt, hogy ti ebben jól szerepeltek, mondom ezt azért, mert hogy ezt már láttam meg valamennyit, és én azt gondolom, hogy a kiemelten tehetséges versmondók, illetve színészpalánták, azok ott nagyon otthon vannak ezekben a darabokban.
Hát igen, mondjuk ki a nevet, Matúz János, én úgy gondolom, hogy ez igen, egy hatalmas érdeme neki. Igen, ezt János találta ki, és ez úgy, az övé marad úton, örökre. Úton, útfélen, igen, mondjuk ki, hogy ez tőle ered. Hatalmas lehetőség a gyerekeknek. Igen, a versmondók is ott vannak, de ugyanakkor ott vannak olyanok, olyan kis palánták, akik nem szoktak verset mondani, amúgy nem szerepelnek, és abszolút amatőrök a szónak a legjobb értelmében. És aztán úgy ott ragadnak a színházban, vagy az egyik, vagy a másik oldalon. De János Vitéz meg egy csoda, hát azt tudjuk. Igen. Kukorica Jancsistól. És utána jön a következő, hiszen 2015-ben a Tündérhon vándorai. Ez a Csongor és Tündérről szól, és azt hiszem, hogy a Csongor és Tündér az megint olyan dolog, hogy Petőfi, Vörösmarty, ámen, ezt köszönjük szépen, viszont ebben rejlik a nehézsége is. Ugye ez a János Vitéz kapcsán is elmondhatjuk. Elmondhatjuk, igen. Itt a nyelvezet azért még sokkal nehezebb volt, és minden színészi játék, illetve maga a színész is tulajdonképpen valamennyire kitakarja a mondani valót, főleg egy nehéz szövegnél. Tehát, hogy az akadály pont a megjelenítés tud lenni. Most megint az Odüsszeiára hadd utaljak, mert ugye ez van közelebb hozzám, hogy én ott a szöveget nagyon ki akartam domborítani, nem tudom, hogy ez mennyire jött át, a néző mennyire érzékelte azt, hogy át akartam adni, hogy ez egy veretes, hexameteres szöveg, és ezért volt ez a recitatív, kicsit kánonszerű, kicsit énekkaros szövegmondásunk, hogy ráirányítsam a figyelmet. Persze a látványtól néha az ember nem hallja a gondolatokat, szóval nehéz megtalálni az arányt, a helyes vegyítést. Igen. No, és hát ugye a Tündérhon vándorai már sikert hozott, mint ahogy az Odüsszeia is, hiszen a Malt Fruzsi, aki versenynep győztes is volt egyébként, ebben az esztendőben, tehát azt hiszem, hogy ez nagy siker, így illetve 2017-ben, a siker. És a siker. Legjobb koreográfia Szépen. Díjat, illetve a diák zsűri külön díja is a tiétek lett. Ráadásul azt mondják, hogy a Csongor és Tündérben nincs nehéz rész. Szerintem az én monológia az egyik legnehezebb. Viszont ez hálás feladat. Ilyenkor hogy épül fel a maga az egész produkció? Hiszen említetted, hogy húztok egyet, és akkor ott van, hogy éj monológia, ennyi a történet. Hát itt rámosztották. Matúz János nevetve mondta nekem telefonban, hogy figyelj, neked osztottuk a monológot. Tiéd. Igen. Mondom, hogy köszönöm, nagyon szép feladat, 27 gyerekem van, majd elteszem őket valahova. Hát eltettem őket, úgy érzem, hogy jól sikerült. Hogy alakul ki? Nem tudom, bennem van egy ilyen ősgomolygás, ilyenkor hagyom, hogy jöjjenek, a nagyon vizuális típus vagyok, illetve a gondolatok így gyúrják egymást a fejemben, és akkor egyszer csak elkezdek ezzel foglalkozni. Van egy nagyon, nagyon megértő férjem, aki tudja, hogy ilyenkor hiába beszél, lehet, hogy válaszolok, de nem biztos, hogy hallom, hogy mit kérdezett. Tehát akkor ilyenkor teljesen lefoglalnak a gondolataim egész addig, amíg meg nem születik a koncepció. És akkor volt egy olyan darab, az a Thornton Wilder darabról beszéljük, ezt végigkísértük, és egészben megmutattuk, és nagyon sok olyan visszajelzés jött hozzám, hogy ez már abszolút profi. Nekem egyébként kifejezetten tetszett azóta is az egyik kedvenc darabom, és ez profi. Tehát legyen ez a jelzőszerkezetek közül kivételes, hogy itt most semmi pejoratív tartalom nincs benne. Ez olyan, ami ennek lenni kell bármilyen közszínházban. Köszönjük szépen. No, és akkor Odüsszeia. Ugye a látvány nyert, és itt beszélgettünk a műsor előtt. Én akkor azt mondtam, hogy nálam a Kodolányi, a Ciszter és a Teleki között gondolkodtam, hiszen végigkísértük az egészet. A látvány fantasztikus volt, az tény. Fontos, hogy egy ilyen darabban, tehát ebben a Homérosz darabban a látvány vigye a prímet? Nem. Erre külön törekedtetek? Nem. Talán nem annyira sikerült átadni azt, hogy az Olympos csúcsán ki volt. Ki volt az a személy, aki egy sötét szemüveggel ott áldogált a hierarchia vagy a Pantheon csúcsán, ő ugye Homérosz lett volna.
És ez az egész terep, ez az egész látvány, ez tulajdonképpen az ő koponyájának a belseje, ami itt létrejön, illetve az Istenek alkonya, Homérosz módra. Tudnélik, egészen más az Odüsszeiának az Isten képe, mint az Iliászé, és elköszöntünk az Istenektől ebben az utolsó jelenetben, ebben a záró jelenetben. És Szipol Antal volt ugye a Homérosz. A költő, igen. De mindegy, szóval a látványterv nyert, és akkor folytassuk Szipol Antallal, ha már itt vagyunk. Tehát szóval győzni, két diák is egyébként nagyszerű, Fanni külön díjat kapott. Váratlanul ért? Nem. Nem? Nem. Mert nem. Ez viszont teljesen más műfaj a Szóval győzniben. Az Urák Csabával beszélgettem erről, hogy, és azt hiszem, hogy el kell, hogy fogadjam, amit mondott, hogy bármennyire is tehetséges színész palánta egy gyermek, hiába mond szépen verset, ha a köznapi beszédben nem tud társalogni, nem tudja kifejezni magát, csak röviden, tehát ha úgy tetszik, kivonatosan képes az érzéseit, a gondolatait közölni. Hát ez egy, most már úgy mondom, hogy rendkívüli osztály ez a 11. C, mert azért nem az a rendje a dolgoknak, hogy ennyi tehetséges gyerek ül ott egy kupacban. Úgy gondolom, hogy egyéb területeken is bizonyára nagyon szép eredményeket érnek el. Én csak azt tudom mondani, hogy ugye innen került ki a területi bajnok szép kiejtési versenyen. Itt vannak ezek a gyerekek szám szerint talán heten, akik a színjátszókörben ott vannak állandó stabiltakként, a Dürrenmatt-darabban is ők lépnek fel zömében. Aztán itt volt a Szóval Győzni bajnokságon, a hárma jutottak be, 12-ből 3 a 11. C gárdájából került be. Nem számoltam a versünnep, így van. Szóval, hogy, és igaz, hogy vannak ugyan átfedések, de azért nem mindig ugyanazok a nevek fordulnak elő. Tehát például a Csüri Fanni Noa, ő a Szóval Győznire, őt egy picit lögdösni kellett, hogy menj el és hidd már el, hogy annyira értelmes vagy, és annyira jó a kiállásod, a kisugárzásod, hogy neked egy ilyen kommunikációs bajnokságon nagyon is ott van a helyed. És a külön díj az bizonyítja, hogy ismételten igazad így volt van. Ebben. Kell-e figyelni azokra, akik elmennek? Tehát ugye az egy pozitív megerősítés szerintem egy pedagógusnak, hogy sikeresek a későbbiekben is. Tehát látjuk, hogy én a versünnepesek jövőképét azt helyjel közzel ismerem, de látom, hogy minden tervük valóra vált voltak éppen. És ez nem különben annak is köszönhető, hogy egy remek közösséget alkottak ott, remek pedagógussal, ezt nem azért mondom, mert hogy itt ülsz, de ez teljesen egyértelmű. Nem érzem, hogy feladatom lenne, hogy utánunk nyúljak, hogyha visszajönnek és igénylik, akkor igen. Vagy hogyha esetleg, bár nem emlékszem ilyenre, hogyha valami nagyon nagy elhajlást tapasztalnék, mert mint tudjuk, a siker az azért néha a fejébe száll egy fiatalnak, akkor lehet, hogy én megmondanám nyersen azt, amit látok. Lehet, hogy tükrözném azt, ami a valóság. Hát ennyi, de nem gondolnám, hogy nekem tanárként ilyen pótanyai szerepem lenne, hogyha ők nem igénylik. Marga Eszterék egyébként mondják, hogy szívesen gondolnak vissza ma is, de hát ez nem csoda nyilvánvaló. Hát meg ők vissza is jönnek. Hogyha jönnek, akkor ott vagyok. Egyértelmű. Igen, akkor megtalálható. Mire készültek, Noémi? Hú, ez jó kérdés. Most leginkább arra készülök, hogy a Van az a pénznek az ismétlő előadásait most leporoljuk megint, és aztán előhozakodunk vele, mert azt az Odüsszeia miatt hagytuk abba. Ez március végén lesz 3 alkalommal, elmegyünk Miskolcra vele 28-án, 29-30-án pedig itthon adjuk elő. Utána arra készülök, hogy elköszönjek egy rendhagyó irodalom óra keretén belül a saját 12-ás, szintén rendkívüli osztályomtól. Ugye ott is, ha említsek neveket, ott van Veszter Csongor, aki most már évek óta ott van minden darabban, vagy Csernavölgyi István, alias Sufi, vagy Újlaki Zsombor, Bácskai Dávid, de a régebbiek közül mondjuk a Cseri Enikő Bella, vagy a Sudári. Hát, tehát ott is rendkívüli gyerekek vannak. Tőlük szeretnék egy ilyen meghittebb, rendhagyó irodalom órán elköszönni. Ez verseket jelent leginkább.
versmondókat, ezt azért meg kell szerveznem, és aztán nem tudom, mindig jön a következő terv. Majd igen, meglátom. Mert hogy keletbe zárjuk a történetet, nem sokára jön a versenynek döntője. Így van. Nem is számoltam. Kíváncsian várom, de, igen. De öten vannak öten a tanítványaim közül, és még egy hatodik cisztelet. Akik ott lesznek csomortámban is. Igen. És a nézőink talán emlékeznek rá, de a tavalyi csomortáni verstábornak az egyik fénypontja volt számomra a te előadásod. Idén is köszönhetünk ki? Hát én szívesen elmegyek, hogyha arról van szó, igen, előfordulhat. Mert ezek fontos dolgok, és azt hiszem, hogy egy tanárnak ugye a látható és az érezhető szereteten túl is fontos. És hát nagyszerűek a tanítványait, tehát kimentek a Martfruzsiék, meg az Eszterék, meg a többiek, most már viszont ott vannak a fiatalok és az újak. 15-16 esztendősen rendkívül tehetségesek és elkötelezettek. Igen. Ez a jövő? Hát mindenképpen, igen. Ez a jelen is már, és a jövő természetesen az ő kezükben van. No, hát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, itt voltál velünk, és hát csak így tovább, hát mi mást mondhatnék. Azt hiszem nincs kétségem felőle, hogy ez így is történik. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Ferenczi Noémi volt, a Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógusa, a Fehér Holló Diák Színpad művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!